Következő vendégem Horváth István újságíró, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önök meghirdettek egy pályázatot, Ki volt Andrasev Iván címmel, mennyi pályamű érkezett be, és mi volt a cél ennek a pályázatnak? Hát majdnem 20 pályamű érkezett be, ezek között a legtöbb írás volt, de érkezett be film, volt, aki rádiójátékot írt, volt, aki egy levelet írt Andrasev Ivánhoz, prófétának nevezte, aztán volt benne vers, tehát különféle műfajokba érkeztek be a pályázatok. Hogy mi volt a célja, hát talán elmondom, hogy kezdődött az egész. Ugye amikor az Iván egy éve, január 14-én meghalt, utána többször találkozott az a társaság, amely évtizedeken keresztül együtt dolgozott, még mai napnál, és attól kezdve mindig találkoztunk munkában is, meg barátságban is, és gondolkoztunk rajta, hogy mit kéne csinálni azzal, hogy gyakorlatilag egy barátunkat elveszítettünk. Gondolkoztunk azon, hogy talán a díjat alapítunk, és akkor a legjobb versnek fogjuk odaadni a díjat, aztán a legjobb újságcikknek. Mi volt, pont ahogy említette a verset, mi volt az elsődleges cél, hogy róla, mint újságíróról emlékezzenek meg, vagy mint szép irodalmi műveket, tehát hogy mi volt a fő szempont önöknek? Értem. Pont ez volt a problémánk nekünk is. Tehát ugye ő újságíró volt, író volt, novellista volt, publicista volt, költő volt, verseket is írt, és hát ezen kívül egy közéleti személyiség volt, egy civil jogi harcos, egy civil... Itt róla láthatunk közben egyébként képeket. Igen, nyilván, tehát ez egy különleges ember volt, és amikor elkezdtük mondani, hogy kinek adjuk majd ki a díjat, akkor nem tudtuk eldönteni, hogy most miért jár díj a jó novelláért, a jó publicisztikáért, és akkor mi is megfogalmaztuk ezt a kérdést, tulajdonképpen ki volt Iván, ki volt Andrasev Iván, és ez lett a neve a pályázatnak is. És azt szerettük volna elérni, hogy teljesen szabadon, minden műfajba, ahogy az előbb említettem, már minden műfajba érkeztek pályázatok, tehát minden műfajba teljesen szabadon, amelyik részét az életének, életművének akarja a pályázó feldolgozni, az dolgozza fel és küldje el nekünk. Tehát teljes szabadságot adtunk a pályázóknak. Ki nyerte a pályázatot és milyen művel? A pályázatot többen nyerték, mert ugye kiírtunk első, második, harmadik díjat is, összesen 1 millió forintot osztottunk volna szét, ha nem lettünk volna egy kicsit elégedetlenek. Nem a pályaművekkel, hanem azokkal annak a célnak, hogy gyakorlatilag mi még mindig nem látjuk, hogy igazán valaki meg tudta volna írni, hogy ki volt Andrasev Iván. Na jó, de azt mondja, hogy önök, akik jól ismerték, önök is nehezen adtak erre választ. Igen, ez pontosan, de mi úgy gondoltuk, hogy kell hozzá bizonyos kutatás, irodalomkritikai szemléletek, kicsi távolság is. Na most azt hiszem, hogy az történt, hogy egy év az nagyon kevés volt. Azok, akik írták a pályázatot, azok az Ivánnak a személyes bűvkörébe éltek, tehát mindenki inkább a rajongói, tisztelői, de igen, nem kutatói. Nagyon jó újságíró, nagyon jó művek voltak, de nem, nincs mögötte kutatás, tehát az életműnek a feldolgozása. Ezért végül is úgy döntöttük, el fogom mondani, kik nyertek egyébként. Igen, még arra mindig várunk. Igen, igen. Végül is úgy döntöttünk, hogy folytatni fogjuk a pályázatot, ami civil társaságunk, amelyik megalakult. Andrasev Társaság, az tovább folytatja a munkáját, meg maradt egy bizonyos pénzünk, de most már lehet csatlakozni hozzánk, és lehet pénzt is adni a társaságnak. Nem ez a lényeg, hogy pénzt adjanak, hanem lehet ötletekkel csatlakozni, és azt szeretnénk majd, hogy egy sokkal pontosabb leírással meghatározunk majd, hogy tehát nem ezt a szabadságot adjuk, mint az első pályázatnál, hogy mit várunk, és gyakorlatilag szülesse meg az a munka, hogy ki volt Andrasev Iván, tehát az életművét alaposan fel tudják dolgozni. Ami a mostani pályázat életé, most el fogom mondani, az a második díjat, ami a legjobb volt szerintünk, és azért, hogy maradjon pénzünk, tehát azért a másik díjat, és ezzel 300 000 forintot, Garai Anna Mária, egy fiatal újságíró
szerezte meg, egy felvidéki, mint utána én nem ismertem korábban, utána beszélgettem a díjátadás vele, felvidékről jött, és egy fél éve a Hír TV-be dolgozik a hölgy, külpolitikai cikkeket, nem cikkeket, filmeket készít, riportokat, nagyon tehetséges, nagyon jó munkát végzett egy operatőr segítségével. Két másik díjazottunk is volt, az egyik Bíró Anna Mária, aki nagyon Bíró Marian, elnézést Marian, Mariannának hívják, a Garai Anna Mária, Bíró Marianna, ő a Népszavának a vezető szerkesztője, együtt dolgozott sokáig az Ivánnal, hiatal tehetséges szerkesztő kolléganő, egy pedig egy 40 éves barátja, az Elmer István, aki szintén díjazott lett, a gyönyörűt írt, hogyha egyébként kíváncsi rá, akkor elhoztam egy könyvet, mert egy könyvet is készítettünk a legjobb pályamunkából. Igen, ezt mi is meg tudjuk mutatni, hogy ebben a könyvben gyűjtötték össze a pályaműveknek egy részét, van. Vagy van amennyi? És igen, ez 100 példányban készült el, tehát amikor a Spinózába átadtuk a díjakat a múlt héten, akkor ott megjelenteknek odaadtunk egy-egy példányt, és olvashatják. Egyébként ezt a filmet ajánlom sok a nézőknek is a figyelmébe, andrase.hu elég egyszerű, a interneten meglátható ezen a honlapon, vagy az a terület. Mennyire segítette önök szerint ez a pályázati kiírás azt, hogy az ő emléke lehetőleg minél hosszabb ideig fennmaradjon, megemlékezzenek rá? Az az igazság, hogy én nem nagyon tudom megállapítani ezt, mert nekem az Ivánnak az emléke az hát önben él, igen, de aki nem ismerte esetleg már őt annyira személyesen. Én azt gondolom, hogy valami segített, de az Iván olyan hatása volt sok-sok emberre, azt gondolom ezekre, hiszen ő nem csak írt, hanem ott volt különböző megmozdulásokon, civil megmozdulásokon is, úgyhogy őt nehéz lesz a társadalomba elfelejteni, sokan fognak rá gondolni még sokáig, de igyekszünk, ezzel az újabb pályázattal is majd, hogy az ő emlékét őrizzük továbbra is. És akkor ezek szerint várják még a jövőben is azokat, akik komolyan kutatni kívánják ezt az életművet, és lehet majd meg jövőre pályázni. Így van. Egyrészt várjuk azokat is, akik ebből az András Társaságba belépnének, vannak javaslatuk, és természetesen várjuk azokat, akik megnézzék, hogy mit csinált az Iván. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és hát jó munkát kívánok ehhez a szép feladathoz a jövőben is. Köszönöm.